Sziasztok! A zsinagógában, a Vasváriban, Rosh Hashanakor beszéltem arról, különböző dolgok, ami írva vannak, hogy hogyan lehet elérni, milyen tippek vannak a boldog új évhez. Az egyik, az egy nagyon érdekes téma. Mert lényegében az a kérdés, hogy milyen jó módszer van arra, hogy az Isten úgy érezzen, hogy érdemes nekünk adni. Érdemes nekem adni. És erre nagyon érdekes dolog van az imakönyvben. 4 betoldás van, amit az Amidában mondjuk a főimában, egész Rosh Hashanától 10 napon keresztül, Jom Kippur engesztelés nap végéig. És ez a 4 betoldásban nagyon érdekes a megfogalmazás. Az elsőben egy nagyon egyszerű kérésünk van az Istentől. Zachreinu lechaim, emlékezz ránk, hogy éljünk. Nem mondunk, milyen élet. A lényeg, hogy éljünk. Az élet ez jobb, mint a halál. Jó. A második betoldás szintén irgalom atya, aki irgalmában megemlékezik a teremtményeiről, hogy éljenek. Szóval az már egy jó dolog, hogy éljünk. Úgy tűnik, hogy mi megcélezünk a minimumt. A harmadik betoldásban, az a ima vége fele, már azt mondjuk, uchtov lechaim tovim. Jegyezd be jó életre. Opa, most már egyel több, mi nem csak életet kérünk, hanem jó életet. És aztán a 4. betoldás, az már egy részletes kívánság lista. Az élet, az áldás, a békesség és a jó megéletés könyvében említessünk meg. A kérdés, hogy miért van ez? Miért van az, hogy az elején úgy tűnik, mi csak kérünk a minimumot, és aztán kérünk már jó életet, és utána kérünk minden mást is. Erre írva van, hogy azt kell nézni, hogy hol kezdünk kérni több, mint a minimum. Első dolog az tényleg, hogy az az érzés, hogy a minimumot azt tudok elkérni, nem lehet többet kérni. Hol van az az érzésünk, hogy lehet ennél többet kérni? Annál az áldásnál, ami majdnem a nachnu lach, hálaadás. Hálások vagyunk neked. Ha az Isten azt látja, hogy örülünk annak, amikor ad nekünk, hálásak vagyunk, elkötelezett vagyunk hozzá, mert ő ad nekünk jót, akkor azt mondja, ezeknek érdemes adni. Ők értékelik, amit kapják, el vannak kötelezve, hálások, érdemes nekünk. Ezért már a harmadik áldásnál már nem csak életet kérünk, hanem jó élet. És utána pedig jön a következő, az élet, az áldás, a békesség és a jó megéletés könyve. Szóval azt kell, ha akarunk kérni az Istentől, akkor mindig azt kell, az Isten lásson, hogy mi tudunk, hogy kitől kapjuk, és hálásak vagyunk neki. Aztán lehet kérni többet és többet. Kívánom mindenkinek, Marhatimatová, legyen mindenki bepecsételve az élet könyvében. Köszönöm szépen!